A klíma változásába az ember nem tud beleszólni. Azt el kell fogadnia, és ahhoz kell igazodnia. Mondja Vanek Ferenc geológus, egyetemi oktató, tudománytörténész, mintegy szembe menve a világszinten hangoztatott nézetekkel. Vanek Ferenc a vendégem, jó napot kívánok! Köszönjük. Nos, nem kell a társadalomnak magára vállalnia olyan problémát, amelyért nem felelős. Ez az ön kijelentése. Nyilván ezzel nagyon sokan szembe mennek, nagyon sokan cáfolnák ezt a kijelentést, hiszen napjaink egyik legaktuálisabb problémájáról van szó. Igen, hát itt az a baj, hogy hát a különböző tudományágak között, bár hangoztatjuk állandóan az interdisziplinaritást, nehézkes is, egyre nehezebb az átjárás, és sajnos a meteorológusok nem tanultak geológiát, mert a földtörténet másról beszél, mint a globális felmelegedés. Sőt, inkább azt kellene, majd mondjuk meglátjuk az elkövetkezőkben, hogy inkább leülésről van szó. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a természettudományokban, még a legexaktabban is vannak tudományos ellentmondások, és van vita. A klímavita is egy olyan valami, amit illene már lefolytatni, és le kell folytatni. Ezt nem én fogalmaztam meg, hanem Szarka László akadémikus a múlt év szeptemberében megtartott akadémiai székfoglalójában. Én azt szeretném a következőkben, hogy inkább a geológia szemszögéből közelítsük meg, hogy hogyan is állunk ezzel az úgynevezett klímaváltozással, vagy globális felmelegedése. Klímaváltozás földtörténeti szempontból mindig volt, és mindig lesz. De mutassuk be, hogy értsük mi is a klímaváltozás földtani vetületeit. Hát akkor induljunk ki abból, hogy miből indult ki a meteorológia, akkor, amikor meghúzta a vészharangot. Kérném szépen az első képet, hogy... Igen, lássuk, hogy azonnal... Addig lehet. Ugyanis az történt, hogy meteorológiai mérések ugye 1880 óta vannak, ez azt jelenti, hogy még 150 év sem nagyon telt le, mióta rendszeres meteorológiai méréseink vannak, és ez alatt az idő alatt valóban úgy néz ki, hogy egy általános tendencia olvasható ki a felmelegedés irányába. De itt nem hihetetlenül nagy melegedésről van szó, és ez a tendencia is inkább az északi féltek a kontinensei, mert az északi félteken inkább kontinensek vannak, a déli félteken inkább óceánok vannak. Adatai, ugyanis itt van a legnagyobb meteorológiai mérőhálózat, innen vannak az adatok nagyjából meg. És jó itt láthatjuk, képet látunk, ugye, igen? Igen, láthatjuk, igen, ezen az ábrán, hogy bizonyos ingásokkal, de ezek az ingások egyenlítve úgy néznek ki, mintha egy melegedési folyamatról lenne szó. Valóban ez így is lehet, de ha ezt most már tovább visszük is a földtörténeti időket nézzük, kérem szépen a következő képet. A második képet kérjük. Igen. Abban az esetben azt fogjuk észrevenni, hogy ez a változás eltörpül azok mellett a változások mellett, amelyek hosszabb időben zajlanak le. Itten például a holocén időinek a klímaváltozását az északi féltekén látjuk. A holocén akkor kezdődött, amikor az utolsó elégesedésből kijöttünk, ez amikor olyan nagyon meredeken baloldalt felemelkedik a görbe, igen. Azután pedig oszcillál, de általános iránya lefele mutat. Az utolsó felfele görbület az, amit az előbb kivetítettem, tulajdonképpen annyi. És ha most már egy ilyen 10 500 évre vetítünk vissza, akkor bizony már egészen másképp néz ki, és ezek az ugrálások pedig olyasmik, amelyeket igazából nem tud a tudomány pontosan megfogni, tetten érni, mert ez az egész folyamat egy több tényezős folyamat, és ebben a több tényezős folyamatban hol egyik tényező, hol másik tényező jobban befolyásolja a változásokat. Gondoljunk csak arra, hogy a térből a tavaszba, és aztán a nyárba nem egyenletesen megyünk át. Vannak melegebb napok, vannak hidegebb napok, vannak
egészen változóan hideg napok is, aztán újból meleg napok. Hát körülbelül ez történik a klímával is hosszabb idő alatt. Itt mert beszélünk arról, hogy itt nem egy egyirányú változásról beszélünk. Ezt egyirányú, csak oszcillációs értem. Változásról. Tehát itt ezeket az oszcillációkat nagyon jól látjuk. A vékonyabb vonalak azokat különböző mérési pontokat jelentik, és a vastag pedig a kiegyenlített átlag. És ebben nagyon jól látszik, hogy például a középkor idején ez az utolsó gödör előtti emelkedő, a középkor első idejében egy meleg periódus volt, aztán az úgynevezett kis jégkorszak, azaz a mélyedés, a görbe utolsó lefele hajlású, és ezt körülbelül Mátyás idejétől a 19. századig tartott ez az úgynevezett kis jégkorszak, de nagyon téves az elnevezés, mert jégkorszak az, ami a görbe legelején van, ahol igen, nagyon mélyre jön fel a hőmérséklet ingadozása. Tehát itt a lényeg, hogy mindezt mi nem tudjuk befolyásolni. Mi ezt nem tudjuk se befolyásolni, se előrejelezni. Tehát az ember eddig is alkalmazkodott hozzá, ezután is kell alkalmazkodjon hozzá. Teszem azt, a korábbi időkben a népvándorlásoknak is ez volt az oka, hogy ezek a klímaingadozások hol innen, hol onnan kiűzte a legeltető lakosságot, és arra irányította őket, ahol lehetett a továbbiakban is legeltetni. Ez tulajdonképpen a dolgoknak a lényege. Persze, vannak olyan dolgok, amiket nagyon pontosan meg tud fogalmazni a geológia, ezek viszont nagyon nagy léptékű változások, és kéném akkor a következő képet. A harmadik képről van szó, igen. Igen. Ezen a következő ábrán azt fogjuk látni, hogy egy nagyobb időtávlatban azonnal, tulajdonképpen igen, mi is történik. Itt az utolsó eljegesedés vége, és a holocén időszaka lesz majd látható, és ezen a következő képen tulajdonképpen egy olyasmit látunk majd, igen, itt van, hogy hihetetlenül drámai nagy változások is vannak ám a földi klíma életében, legalábbis ez az északi félteknek a változásait mutatja elsősorban. Az utolsó eljegesedésnek egy melegebbi, úgynevezett interstadiális fázisát látjuk, egy rövid időszakú felmelegedés, amikor kicsúcsosodik az átlaghőmérséklet, majd az utolsó eljegesedés végén hirtelen felmegy, és azután folytatódik. Ott egy egyenes vonal azt mutatja, hogy mi a mai átlaghőmérséklet. Ahhoz képest mi inkább ez azt mutatja ez az ábra, hogy inkább egy hüllő, kihűlő időszakban vagyunk, mint sem egy felmelegedő időszakban. De ez nagyon oszcillálóan váltakozik. Tehát na itt most a megnevezés hibás. Tehát egyfolytában globális felmelegedésről beszélünk. Így van. Na most ezeket az eljegesedéseket viszont a geológia nagyon jól tudja magyarázni. Uh-huh. Itt kérném a következő képet. Arról van szó, hogy a Föld állandóan naptól kapja a meleget. A Föld felszínének a hő egyensúlyát és egyáltalán a hőháztartását 99% fölött a nap határozza meg. Na most kérném szépen a következő. Azonnal igen. A nap energia viszont nem egyenletesen oszlik meg a Földön. Mi ossza el ezt a kapott napenergiát? Elsősorban a sarkokon elmegy a napsugár, tehát nem érinti az egyenlítőnél, meg merőlegesen kapja, hát ott melegszik fel nyilván a legjobban a felszín hőmérséklete, és a sarkok felé megyünk, úgy hűl. Viszont a tengeráramlatok, azok kiegyenlítik ezt a hőt, és ezen kívül a légáramlatok is. Csak hogy a tengeráramlatoknak van a döntő befolyása, mert a víznek hihetetlenül magas a fajhője. Ez azt jelenti, hogy egy fokkal felemelni, vagy egy fokkal lecsökkenteni a víznek a hőmérsékletét, az nagy energiaráfordítást igényel, vagy elnyeli, vagy kibocsátja ezt. És gondoljuk csak el, hogy az óceánoknak fedik a Föld felszínének a kétharmadát. Ezeknek az átlag mélysége pedig 5000 méter. Hát ezt az őrületes víztömeget felmelegíteni, vagy lehűteni egészében nem lehet. Ez viszont benne van abban, hogy szabályozza a Föld felszínének a hőmérsékletét. És ebben, amint mondottam, nagy szerepe van a tengeri áramlatoknak. A déli sark azért van jég alatt,
mert oda a tengerjárom ott nem jut el. Oda beúszott szépen az Antarktisz, és 30 millió év óta nagyjából ott le van fagyva az egész. Az északi sarkör pedig egy kontinentális gyűrű van, és csak az Atlanti-óceán felől a Golfáram tud bejutni. Viszont a Golfáram egy nagyon szűk küszöbön kell áthaladjon, ami Anglia, Izland és Grönland között van, mert itten a tengernek a mélysége kicsi, és hogyha nem elég mély a tenger, akkor a Golfáram, mert az egy csereáramlat, bemegy a fent a meleg és kijön lent a hideg, ezt a cserét nem tudja elvégezni, ez az, amikor lefagy. De amikor lefagy, akkor több kilométer vastag jégtakaró fedi az északi sarkot, ami izosztatikusan benyomja a felszínt. Erre a Golfáram megint be tud jutni, és kiolvassza ezt a jeget, és amikor kiolvad, akkor van az interglaciális, kérem, itt van a második ábrán, amikor bejut a Golfáram, akkor kérem a következőt, a következő ábrát. Igen. Tehát itt lefagy, és a következő ábrán pedig újból azt történik, hogy bejut a Golfáram, és kiolvassza ezt a jeget, újból interglaciális időszakban vagyunk. Klímaváltozásról beszélünk, globális felmelegedésről semmiképpen. Hát, mi a helyzet, van-e ura a széndioxid kibocsátással? Na, ez a másik nagyon szép dolog, ugyanis a széndioxid az a növényvilág számára hiányzik. És borzasztóan kis mennyiségben van a földi légkörben. Gondoljuk el, hogy azok az ábrák, amiket mutatnak, hogy a széndioxid mennyisége a légkörben nő, mire vonatkozik? A széndioxid mennyiségét milliomod részekben fejezik ki ezek az ábrák. Mert egy tízezred százalék, vagy egy ezred százalék körül van a széndioxid jelen a mai légkörben. Annak az 5-10%-kal való megnövelése semmit nem jelent, sőt, ez hiányzik, hisz a növények a fotoszintézis során 6 széndioxid molekulából a napfény és a klorofil jelenlétével, kérném a következő, itt van, a klorofil jelenlétével állítja elő a cukrokat, és felszabadít 6 molekula oxigént. Ha több a széndioxid, akkor nagyobb a biológiai produkció. Ennyi. Ez egyébként megfigyelhető a világűrben azzal is, hogy a kontinensek körül most elzöldült egy picit az óceán, ha messziről nézzük, mert az óceánok algaállománya meggazdagodott. Ugyanis az oxigén cseréért körülbelül 80%-ban a tengeri algák felelősek, és 20%-ban a szárazföldi növényvilág. Itt tudjuk azt, hogy azért csak okolható az ember is, a társadalom is, tehát nem mondhatjuk, hogy nem okolható a globális felmelegedés, most már nem mondok, lehűlést mondok akkor lehűlésért, mert hát ott az energiafogyasztás, a környezetszennyezés, ami súlyosbítja. Hát az energiafogyasztással én nem nagyon bíbelődnék, mert az ember energiafogyasztása, egy példával fogok élni, hogy ne tévedjek, megnézem a papírjaimat, és el fogunk mondani azt, hogy egy átlagos villám energiája az bizony 10-9-en gigajoule, pardon. És ez a mennyiség, hogyha ezt egy átlagos hurigánra számoljuk, az már annyit jelent, hogy 10-szer az egyéves energiafogyasztás az egész emberiségnek. Tehát egy átlagos hurigán energiája, az mindössze 10-szerese az egész emberiség egyéves energiafogyasztása. Hihetetlen. Úgyhogy tehát akkor igen, értem. Ennyit az energiáról. És a széndioxidról pedig én csak annyit fogok elmondani, amennyit Richard Lindzen mondott el. A következő évszázadokban a történészek biztosan el fognak csodálkozni annak a ravasz és könyörtelen propagandával álszázott hamis logikának a mélységén, amely hatalmas és különleges érdekek koalíciója számára lehetővé tette, hogy a világon majdnem mindenkivel elhitessék az antropogén széndioxid veszélyes, káros és bolygópusztító anyag. A legnagyobb méretű tömeg
tévhitként fogják feljegyezni, hogy a növényeknek életet adó széndioxidot egy ideig halálos méregnek tekintették. Hát ennyit a széndioxidnak a káros voltáról. Voltáról. Azt ki kéne függeszteni itt-ott, hogy az emberek lássák és olvassák. Ez a téma, a klímaváltozás, épp olyan, mint jelen pillanatban a koronavírus. Nagyon lehet vele érzelmileg befolyásolni a társadalmat. Így igaz. És meg is teszik ezt sokan. Így igaz. Erre is van egy Czernay Rudolf által megfogalmazott idézetem, amely 2011-ben jelent meg a Természetvilága című folyóiratban. Idézem pontosan, Machiavellitől tudjuk, hogy a sikeres politika titka az, hogy a ráció mellett, ami fontos, szükség van valamilyen maszlagra is a tömegek számára, mert a rációra a tömegek ritkán vevők. Na már most, ha az energiaügy a ráció, és azt a klímaügy megé eldugjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a klímaügyet maszlagnak tekintjük. Ez megnyitja a baromfi udvar kapuit a rókák előtt. Így a politika mögé bújva beindult az évezred talán legnagyobb üzeme a klímabiznisz. Itt most nem ismerem folytatni. Hagyjuk ezt végkövetkeztetésnek? Igen, ezt igen, nyugodtan ezt lehet. Pontos. Köszönöm szépen, Vanek úr, hogy elfáradt. Én köszönöm a meghívást.